Szeretettel köszöntelek! A mai gyakorlatban azt fogjuk megfigyelni, hogy milyen érzés, amikor teret teremtünk a testünkben. Amikor egyre inkább megnyílik a belső tér. Miért is fontosak ezek a nyitott, tágas terek? Azért fontosak, mert az energia akkor szabadon tud áramlani a légzés, és egyre jobban meg tud így nyugodni és lecsendesedni az elme. Ha a gyakorlást szokás szerint néhány perces ráhangolódással kezdjük, hunyd be a szemeket, vigy egy mély lélegzetet, és egy hosszú elnyújtott kilégzéssel engedd ellazulni a testet a lábujjaktól a fejtetőig. Hangolódj rá a saját légzésed ritmusára. Figyeld meg a belégzést és a kilégzést. És figyeld, ahogy a belégzéssel megnyílik, a kilégzéssel pedig finoman összezáródik a mellkastere. Kitágul és összehúzódik a test. Majd aztán puhán nyisd a szemed, és hanyagfekvésbe helyezkedj át. Kulcsold a hüvelykujjakat, és a fej mögött nyújtózz meg a kezekkel, a kézujjakkal, egyre távolabb és távolabb a fejtől, a középponttól. És figyeld, hogy milyen érzés, ahogy ebben a folyamatos nyújtózásban egyre inkább megnyílik, kitárul a mellkastere. Aztán húzd fel a térdeket a mellkashoz, és innen nyújtózz a sarkak peremével és a nagylábúj tövével felfelé. Így nyújtózz tovább. Csak figyeld az érzeteket a mellkasban. A combok a lábak hátsó részén. Aztán a kilégzés közben picit gömbölyödj össze, húzd a térdeket a mellkashoz, hozd a homlokod a térdekhez. Aztán a belégzéssel úgy nyújtózd meg, hogy most a másik hüvelykujj legyen fölül. Figyeld, ahogy most a hónajtere is megnyílik. Folyékony légzés közben folytasd tovább a nyújtózást a figyelmeddel a belső terekben. Aztán lassan hajlítsd a térdeket, engedd a lábakat egymás után a talajra, engedd a tenyereket a test mellé, majd innen nyújtsd ki a lábakat, és nyújtózz el a karokkal a fej mellett hátra, mind a 10 köröm hegyével nyújtózz, és a sarkakkal is. Majd aztán vigy egy mély lélegzetet, és a belégzés közben a jobb oldalon nyújtózz intenzíven, érezd, hogy a törzs jobb oldali izmai nyújtóznak, a bal oldal teljesen laza, majd lazítsd el a jobb oldalt, és a bal oldalon nyújtózz tovább. Így felváltva mozdulj, és figyeld, ahogy megnyílnak a terek a bordák között, a jobb és a bal oldalon felváltva. Aztán kereszt irányban folytasd tovább ezt a nyújtózást, jobb kar, bal láb, kilégzéssel ellazítva, majd a belégzéssel, bal kar, jobb láb. Így kereszt irányba is nyújtózz néhányszor. Majd állítsd meg a mozdulatot, húzd fel talpra a lábaidat, és gördülj át finoman a bal oldaladra, majd innen hasonfekvésbe gördülj tovább, és így nyújtózz előre a karjaiddal, a fej mellett, homlok a talajra kerül. Zárd össze a nagy lábujjakat és a sarkakat, billent a medencét, húzd lefelé a medence hátsó részét, aztán emeld a jobb karod, és nyújtózz el a jobb kézujjaival hosszan, kilégzés közben húzd el a vállat a fültől, majd a belégzéssel ismét nyújtózz, és ezt a mozgást folytasd a légzésed ritmusában. Aztán engedd le a jobb kart, emeld a balt, és belégzéssel nyújtózz felfelé, kilégzéssel húzd el a vállat a fültől, csúszik a háton a lapocka. Megnyílik és záródik a válllőftere.
Aztán engedd le a karodat, emeld a mindkét kart, így nyújtózd meg előre a karokkal, kilégzéssel húzd hátra a vállaidat, és ezt is végezd el még háromszor, majd engedd le a karokat, és csak lazíts, két kéz egymáson, homlok a kezeken, engedd a sarkakat kidőlni két oldalra, és pihenj meg. Figyeld, hogy milyen érzetek maradtak a mellkasban és a vállakban ezután. Majd innen húzd a tenyereket a vállak alá, térdelő támaszba emelkedj fel, és néhány domborítás és homorítás. Itt is figyeld, ahogy a mellkastere megnyílik és összezáródik finoman a légzés ritmusában. Átmozgatjuk a gerincoszlopot lentről fölfelé, vezetve a mozdulatot csigolyáról csigolyára. Majd aztán támaszd fel a lábujjakat, és a kilégzés közben nyújtsd ki a térdeket, a tenyerekből told a ülőcsontokat fölfelé és hátra, majd a kilégzéssel engedd vissza a térdeket, hosszan nyújtózz előre a fejbúbjával, így folytasd tovább a mozgást, teret teremtve a csigolyák között a nyújtózásban, és a mellkasban, amikor előre húzod a mellkast a két kar között. És még egyszer utoljára, majd innen, amikor a lefelé néző kutyapózban megnyújtottad a gerincmenti területeket, akkor a belégzéssel engedd le a medencét, húzd előre a mellkast a két kar között, és a felfelé néző kutyapózban tárd ki a mellkast, majd a kilégzéssel engedd a sarkakat a talaj felé süllyedni, nyújtsd meg a lábak hátsó részét. Így folytasd tovább a mozgást, a térdek amennyire lehet maradjanak végig kinyújtva. Belégzéssel jövünk előre, és fölfelé nyújtózunk, kilégzéssel a lefelé néző kutyapózban. Majd innen egyszerűen csak lépkedj előre a két kéz közé, aztán csigolyáról csigolyára lassan egyenesedj föl, húzd el a vállakat a fültől, majd kulcsold az ujjakat a hátad mögött, tárd ki a mellkast, figyeld, ahogy megnyílik a mellkastere, aztán hajlítsd a térdeket, fektesd végig a törzset a combon, és a Vikonászanában a vállövet nyitjuk meg, és a tüdő felső szakaszába lélegezz. Aztán a belégzéssel hajlítsd a térded, és innen jövünk föl, kilégzéssel pedig hajolunk előre. Ezzel a mozdulattal is finoman nyitogatjuk a mellkasi teret, és a combtől körülötti területet is folyamatosan nyitjuk és zárjuk, átmasszírozódnak a nyirokmirigyek a combtőben. És még egyszer utoljára végezd el ezt a mozdulatot is. Majd a karokat a föl mellé hozva innen nyújtózz el, kulcsold az ujjakat a fej fölött, fordulj felfelé a tenyereket, belégzéssel emelkedj lábujjhegyre, így nyújtózva kilégzéssel ereszkedj le, és hajolj az egyik oldalra, belégzéssel vissza, kilégzéssel a másik oldalra, belégzéssel vissza középre, majd középen állj meg, lépj előre a jobb lábbal a bal láb elé, emelkedj föl, és innen fordítsd el a törzsed jobbra, folyékony légzés közben nyújtózz, majd a kilégzéssel engedd le a sarkakat, és így döntsd előre a törzsed a combokra, aztán a belégzéssel csigolyáról csigolyára egyenesedj föl, nyújtózz, emelkedj, majd lépj előre a jobb láb, a bal lábbal a jobb láb elé, és fordulj el balra. Aztán a kilégzés közben hajlítsd a térded, és fektesd végig a törzsed a bal combon. Majd a belégzéssel lassan egyenesedj föl, még egyszer nyújtózz, aztán lép vissza, kilégzés közben engedd le a karokat, mosd a kéztartást. Majd innen kis terpeszbe helyezkedj el guggoló állásba, aztán tedd össze a két tenyered, és a tenyereket összetolva a könyököket.
Holly segítségével told szét, távolítsd egymástól a térdeket, megnyílik a mellkastere, nyújtóz a fej búbjával fölfelé, Káli mudrá, Káli ászana, aztán a kilégzéssel záródik a térd, közelítsd a térdeket, engedd a homlokod a felkarra, a belégzéssel megnyílik a térd. Ezt a mozdulatot is végezd el, még háromszor. Majd innen egyszerűen csak ülj le. Támaszkodj meg magad mögött a talajon, és engedd a jobb térdet besüllyedni a bal boka mellé. Figyeld, ahogy megnyílik a tér a jobb oldalon. Belégzéssel emeld vissza, és kilégzéssel a másik oldal felszabadul a gyomortere. Belégzéssel vissza, ezt is végezd el még néhányszor. Majd innen alkartámaszba helyezkedj át, és csak hintáztasd a lábakat jobbra és balra. Aztán hanyatfekvésbe helyezkedj át, és így folytasd tovább a lábhintáztatást. Majd középen állítsd meg a mozdulatot, helyezkedj el savászanába, és néhány perces pihenéssel, relaxációval zárd be ezt a kis rövid gyakorlatsort. Ennan oldalon álltunk fel majd. Aztán néhány perces ülőhelyzetben csak figyeld meg a változásokat, milyen változásokat idézett elő ez a néhány mozdulat. Köszönöm, hogy velem gyakoroltatok. Namaste.